Kedves barátom, úgy gondolom és úgy is élek, hogy felelősséggel tartozok másokért és magamért. Fontosnak tartom a társadalmi szerepvállalást és a véradást. Nem csak mások miatt, hanem magam miatt is. Gondoljatok bele, hogy van olyan ember a környezetekben, akivel történt már nem várt baleset, betegség. Előfordult-e veletek, hogy szerencsésen megúsztatok egy balesetet? A kocsiban ülve akár vezetőként, akár utasként az utolsó pillanatban fékeztetek? Úgy gondolom, hogy ezek a mindennapi események az élet része. Bármikor, bárkivel megtörténhet. És most képzeld el, hogy az országban mindenki elkezd félni a tűtől, a szúrástól, és emiatt nem megy el véradása. És épp te vagy közeli hozzátartozót bekerül a kórházba, és az orvosok nem tudnak segíteni. Most ezt kell megakadályozni. Amikor legyőztem az összes félelmemet, és elmentem a véradásra, büszkeséggel és reménnyel töltött el. Büszke voltam, hogy segíthettem másoknak, és bízom benne, ha velem történik valami, rajtam is segítenek. Most rajtad a sor, hogy tegyél valamit a társadalmért, és tegyél magadért. November 7-én a kampuszban, 8-án pedig a Student Kollégiumban lesz véradás. Bízom benne, hogy te is ott leszel. Én számítok rád.